Hát nagy tisztelettel üdvözlök mindenkit. Egy darabig agyaltam rajta, hogy 60 percben hogy lehet elmondani az ukrán konfliktust, úgyhogy laza mozdulattal az esemény történet nagy részén átlépek, és inkább azt próbálom megvilágítani, hogy mi miért történt, és milyen összefüggések bújnak meg a háttérben. Ugye, kezdjük azzal, hogy amikor 91-ben szétesik a Szovjetunió, mindenki azt hitte, hogy egy új és jobb világ veszi kezdetét. Most az azóta eltelt negyed század alapján megállapíthatjuk, hogy se nem jobb, se nem szebb nem lett ez a világ, viszont sokkal veszélyesebb lett. És pont az ukrán konfliktus az, ami ugye az elmúlt mondjuk másfél évben ugye a európai terrortámadások, főleg ugye a párizsi terrortámadás, az iszlám állam, meg a tömeges migráció miatt egy kicsit a háttérbe szorult, nem is kicsit, tehát gyakorlatilag alig vannak hírek az ukrán konfliktustól, amely azonban sajnálatos mond ettől függetlenül folyamatosan zajlik. Tehát ettől függetlenül egy nagyon aktív és sajnálatos módon rendkívül pusztító háborúról beszélhetünk. Kezdjük azzal, hogy mi is Ukrajna. Nagyon nehéz rá válaszolni, mert egy borzasztó heterogén, kulturálisan, civilizációsan, rengeteg térségből összeálló országról van szó. Ugye maguk az ukránok, hát legszívesebben a kijevi russzig vezetik magukat vissza, ezt teszik az oroszok is, csak a kijevi russzról tudni, hogy ezt meg a varégok hozták létre. Csak ugye menet közben Igor, illetve Ingvárból Igor lett, Helgiből meg Oleg, és szépen a szlávok maguknak mondjuk úgy adoptálták ezt az eredetileg varég állam alakulatot. Mindenki, aki a vírusig vezeti vissza magát. A tatárok esetében kicsit más a helyzet, ugye ők is szokták mondani, hogy nekik is közük van ez a térséghez. Az ukránok leginkább ugye a kozákságban vélik megtalálni a saját mondjuk úgy eredetüket. Hát a kozákok meg ilyen érdekes társaságot, ugye Ilja Repin híres festményén épp a török szultánnak írnak egy levelet, már csak a levágott fejek hiányoznak. Ugye ez katonaszökevényekből, menekült parasztokból, köztérvényes bűnözőkből létrejövő szabad katonaközösségről beszélünk, ami az orosz birodalom, a lengyel királyság, aztán részben a magyar királyság, később pedig az osztrák birodalom közötti senki földjét tartott ellenőrzése alatt. És ez az a terület, ugye a narancssárgával jelölt rész, ami 1654-ben önként csatlakozik Oroszországhoz. Hát itt az orosz-ukrán források szerint ez egy tudatos döntés volt. A lengyel források nem egészen így emlékeznek róla, állítólag ugye Bogdan Melnicki, aki akkor a hetman volt, nagyon nem szomjasan, tehát enyhén vodka szórásos állapotban az összes katolikus papot megölette a táborában, és ezután érthetetlen okból az az aljas krakói érsek nem küldött többet, így kénytelen volt ortodox pópákat hívni a táborba, és ugye az oroszok erőt találták ki, hogy ez egy önkéntes csatlakozás volt. Ugye az összes többi terület, ami a mai Ukrajnához kvázi fűzhető, az az orosz birodalom nyomán kerül oda. Tehát ugye a cári orosz hódítással, Lengyelország háromszori felosztásával, ugye a Szovjetunióval, a Hitlerrel kötött Molotov-Ribbentrop paktummal és a második világháborúval is kerülnek ide területek, és ez borzasztóan vegyes államot jelent majd 91-ben, amikor ugye a Szovjetunió szétesését követően Ukrajna függetlenné válik. Tudnélik, a régi magyar királyságtól kezdve az oszmán török birodalmon át rengeteg államra visszavezethető ez az eredet, és maga az ukrán állam az negyed száz éves. Tehát mindössze 25 éves államalkulatról van szó, amely rengeteg politikai problémával küzdik, és ugye így jutunk el, kicsit ugorva a térben és időben, 13 késő őszéig, amikor ugye hosszas tárgyalások után ugye a Viktor Janukovics elnök vezette kormányzat úgy dönt, hogy mégsem írja alá az Európai Unióval azt az egyezményt, amitől a lakosság a tejjelmézzel folyó Kánaánt várja. Ugye mi is azt vártuk az Európai Uniótól, nekünk sem jött feltétlenül be. De az ukránoknál ekkor telik be a pohár, ugye a tömeg az utcára vonul, ekkor le lehetett volna őket szerelni, csak hát ugye a hatalom az inkább erőből próbálta kezelni a problémát. Ugye ennek az lett a vége, hogy február végén belebukik a Janukovics rendszer, és ekkor lép a szélre
ugye Oroszország, hiszen Janukovics eltávolítása egyben azt is jelenti, hogy Ukrajna megpróbál leválni Moszkváról. Ugye egyértelmű az Európai Unió szívó hatása, és az Európai Unióval Oroszország gazdasági téren nem tud vetélkedni. Olajdollárok ide, gazdasági fellendülés oda, gazdasági téren Németország is komolyabb játékos, mint az Oroszországi Föderáció, együtt az Európai Unió pedig sokkal vonzóbb partner, de hát ugye Moszkvának más eszközök is a kezében vannak. Ahogy mondani szoktam, csak azt kellett megvárni, hogy gond nélkül lemenjen a Szocsi téli olimpia, mert abba azért 160 vagy 200 milliárd dollárt embertelen mennyiségű pénzt, majdnem Magyarország egyéves nemzeti össztermékét belőlik az oroszok. Ahogy az alán kilobban felgyullan egy új a Majdanon, kezdetét veszi ugye az ukrán hatalom összeomlása, és Oroszország megragadja azt a lehetőséget, hogy egy picit visszaszerezze azokat a területeket, amelyek saját állítása szerint amúgy is mindig az övéi voltak. Mit tudott a világ Oroszország? Ez a tipikus kép, ahogy az oroszokat látjuk, ugye usanka, mahorka a szájban, vodkás üveg elengedhetetlen, pionírnyakkendő, balalajka, matrióska, salló, kalapács és atomfegyver. Ugye körülbelül ezeket a sztereotípiákat azonosította a nyugat Oroszországgal. Oroszország azért nagyon hosszú, hivatalos nevén, hogy az Oroszországi Föderáció, nagyon hosszú fejlődési ívet futott be, amíg eljutott oda, hogy 14-ben erővel be tud avatkozni Ukrajnában. Ugye valaha a Szovjetunió az komoly kihívója volt a biporális világban az Egyesült Államoknak. Ugye hatalma csúcsán, de már a gazdasági összeomlás kezdetén, ugye a Brezsnyev korszaknak a vége felé, Moszkva és vazallusai egy globális világbirodalmat jelentettek. Ha ránézünk a térképre, ugye a szovjet befolyási zóna egész szép területeket lefedett a Földön. Mondhatni, akár erősebbnek is tűnhetett, ugye Amerika kapitánynál kommunista elvtárs. Valójában azonban ez már egy hanyatló birodalom volt, és ennek a hanyatló birodalomnak a gazdasági összeomlását egy politikai átrendeződés is követte, ami rengeteg konfliktust hagyott maga után. Ukrajnában még nem. Tehát, hogy Ukrajna lakosságának döntő többsége ukrán, és az orosz meg az ukrán között nyelvileg sem akkora a különbség. Tehát, amíg gyakorlatilag, ahogy szétesik a Szovjetunió, elkezdődik ugye a Transznisztria köztársaság kiszakadása Moldovából, vagy ugye elkezdődik a háború Hegyi Karabahért, ugye Örményország és Azerbajdzsán között, vagy Grúziában megindul az adzsárok, oszétek meg abházok kiválása, addig Ukrajnában nincsenek ilyen feszültségek. Tehát ez nem alapvetően egy etnikai alapú konfliktus, még ha sokan így is akarják beállítani, sokkal inkább gazdasági és geopolitikai háttere van ennek az egész történetnek. Így az utolsó szovjet főtitkárt egy meglehetősen gyengekezű vezető követte, ugye Boris Jelcin alatt szétlopták az orosz közvagyont. Ugye az oligarchák kezében eszeveszett hatalom jött létre, mind gazdaságilag, mind politikailag. Jelcin elnöknek egyébként ugye leginkább egy vonzalma közismert, ugye az alkoholhoz fűződő eltéphetetlen szálai. De ugye ez egy válságnak, egy folyamatosan kumulálódó korszaknak a lecsengése volt. Ugye a cári Oroszországtól Oroszország, az új Szovjetunió, Szovjet-Oroszország leginkább politikai és gazdasági bajokat, etnikai problémákat örökölt, és ez sem Leninnek, sem Sztálinnak a rájellemző, mondjuk úgy, toleráns politikával, sem Hruscsovnak nem sikerült a maga teljességében orvosolnia. Ugye Brezsnyev alatt jött a pangás, Gorbacsov megpróbált válságot menedzselni, Jelcin meg nem tudott mit kezdeni a problémákkal. És ugye ekkor kezdődik az új Oroszország, mert jött valaki, aki tudott. Ugye Putyinnal újjá születik az orosz birodalom. És ugye az azt sem változtat, hogy 4 évre helyet cserélt Medvegyevvel, és ő lett az elnök, Medvegyev lett az elnök, Putyin meg a miniszterelnök, mert aztán jött egy visszaváltás, és ugye most megint Putyin cár irányítja Oroszországot. Nem demokratikus eszközökkel, de ennek Oroszországban nincs is hagyománya. És nem is biztos, hogy működne. Az orosz állam ugyanis még most is működik, pedig most gazdaságilag az elég keményen sorozzák az oligarchákon keresztül. Ugye Putyin letöri az oligarchák hatalmát, rendbe rakja a fegyveres erőket, új párára állítja az orosz külpolitikát, és Moszkva elkezdi visszaszerezni mindazt, ami az övé. Nem Ukrajnában kezdte, hanem Grúziában.
Ugye 2008-ban már Grúziának is nagyon komolyan az orrára koppint Moszkva. Ugye rögtön azután, hogy komolyan elkezdik pedzegetni, hogy esetleg Grúzia is lehetne NATO tag. Moszkva jelzi, hogy ez szerinte nem jó ötlet. És ugye ezután következik Ukrajna, mondhatni a medve aludt egy több mint két évtizedes téli álmot, és most hozzálát, hogy táplálkozni. Minden állam erőforrásokat gyűjt. Erőforrás a lakosság, erőforrás a termőföld, erőforrás az édesvíz, erőforrás az ásványi nyersanyagok, a stratégiai fekvés, közlekedési útvonalak, minél többet akarnak megszerezni az államok. Moszkva úgy van vele, hogy Ukrajna tulajdonképpen az ő hátsó kertje, hogy szokták volt mondani orosz politikusok, mi sem szólunk bele abba, hogy mit csinál Washington Mexikóban, ők se szóljanak bele, hogy mi mit csinálunk Ukrajnában. És ráadásul Ukrajna közelebb van Moszkvához, mint mondjuk Mexikó Washingtonhoz. Mondhatni, a Szovjetunió romján egy új orosz birodalom felemelkedésének lehettünk volna szempontjából, de a helyzet azért nem egyszerű. Ugye ez az egyik olvasata a problémának, szegény ukránok szeretnének demokratikussá válni, de hát a gonosz orosz medve nem engedi őket, engedtessék meg, hogy megmutassam a másik fél álláspontját is. Ugye a szabadság szelleme a sorra látogatta ugye Szerbiát, Irakot, Líbiát, Szíriát, de hát Ukrajnából kitessékelte Oroszország, oda nem engedték be. Vagy hát ugye Washington befolyási övezetéhez képest az orosz igények még meglehetősen visszafogottak. Ugye alapvetően itt egy nagyon régi geopolitikai összecsapásról van szó. Ugye még 1942-ben még zajlik a II. Világháború, amikor Nicholas Pikeman, ugye az Amerika geopolitika egyik nagyatja, akiről azt szoktuk mondani, hogy a feltartóztatás kitalálja, már azzal foglalkozik a Béke földrajza című munkájában, hogy hogyan fogjuk legyőzni a Szovjetuniót a következő konfliktusban, hát Németországot biztos legyőzzük. És ugye azt mondja, hogy a peremek felől kell bekeríteni a másik felet. Ugye ezt a gyakorlatban 55-re az USA abszolválja. Ugye létrejön az amerikai államok szervezete, ugye az amerikai kontinensen, létrejön a NATO, létrejön ugye a CENTO, létrejön a SEATO, bilaterális egyezmények a Csendes-óceáni térségben, meg az ANZUS. 5-ösre megoldja az Egyesült Államok a geopolitikai feladatot. Moszkva számára adva van a feladat, tessék kitörni. És ugye az orosz aggodalmak nem ok nélküliek. Ugye Oroszország elképesztő presztízs és befolyás veszteséggel éli meg azt, ami a Szovjetunió felbomlása után történik. A NATO rázárkózik az orosz határokra, és ugye egykor szovjet tagköztársaságok, ugye a balti államokkal 2004-ben válnak NATO taggá. Eddig és ne tovább, mondja az orosz politika elit. És ugye ránézünk arra, hogy 2007 magasságában, hogy ez egy direkt orosz térkép, hol vannak amerikai katonai bázisok a Földön, akkor megint azt látjuk, hogy gyakorlatilag Oroszországot körös körül veszik az Egyesült Államok bázisai. És nem EU-ról, nem NATO-ról beszélünk hozzá ketten, de az EU-ban az oroszok mindenhol a NATO-t látják. Tehát a békegalamban is a NATO héja az orosz álláspont. És a NATO-ban rögtön Washingtont látják. Tehát az oroszok borzasztó egyszerűen gondolkodnak, teszem hozzá, az ő helyükben mindenki más is ezt tenné. Tehát ez nem feltétlenül Moszkva hibája, hogy így alakult. Tudnilik, az orosz történetben visszanézünk, ugye a nagy európai hódítási kísérletek, ugye 12. Károly Svédország király, ugye az nagy északi háborúban 1700 és 1721 között, vagy Napóleon, vagy a két világháborúban mindig Európa felől éri Oroszországot a támadás, azért, mert az első jól védhető határ az az Urál. Ugye minden, ami értékes, az az Uráltól nyugatra fekszik. Ergo az oroszok mindig pufferzónában gondolkodnak. A lehető legmesszebb kell az ellenséget tolni a nagy orosz területektől. És ugye Ukrajna ebből a szempontból veszélyesen közel van Moszkvához. Tehát orosz szempontból egy biztonsági garancia, hogy beleszövetséges, vagy legalább baráti viszonyban lévő Ukrajna. Mint ahogy egyébként ezt a biztonsági garanciát ugye Európa utolsó diktátora, Alekszandr Lukasenka gyakorlatilag megadta azzal Moszkvának, hogy rendkívül szoros együttműködésbe kezdett vele. Ugye az amerikai gondolkodás, ugye a Bzezsinszkinek a híres könyve, a nagy saktábla mutatja, bekerítjük Moszkvát továbbra is. Nem engedjük levegőhöz jutni, mert nem jó az nekünk, hogyha Oroszország túlságosan ficánkol, és van ennek egy orosz geopolitikai ellentéte is. Ugye Alekszandr Geljevics Dugin,
az orosz geopolitikának a fene gyereke, Putyin elnök egyik stratégiai tanácsadója. Alapvetően NATO és Egyesült Államok, meg Európa ellenes. Ő úgy osztja fel a világot. Ez az angol szászoké, ez legyen európai, ez viszont a miénk. És ugye kisebb térségekre felosztva azt mondja, Oroszország megnyeri magának a harmadik világot, akkor ezt az egészet le tudja szakítani a nyugati befolyásról. Ugye erről szól például a BRICS országok, amiben ugye Brazíliával, Indiával, Kínával és Dél-Afrikával igyekszik Moszkva együttműködni. Tehát Dugin gondolatai azért néha eljutnak Putyinhoz, mert bármit is híresztelnek róla, Putyin szokott hallgatni a tanácsadóira, bár néha egy kicsit hirtelen. Ugye az ő világában egy igazi, mondjuk úgy Oroszország szerint megfelelő világban, ugye ez itt Ukrajna, és Lengyelország meg a baltiak orosz befolyás élvezet. Nem véletlen, hogy a baltiak meg a lengyelek rettegnek a legjobban, és ők kérik a legtöbb amerikai katonai garanciát. Ugye ez a reális Ukrajna, mondja Dugin, és mondják az oroszok. Ugye a déli részt ne választjuk, Kárpátalja vissza Magyarországnak, az egykori lengyel területek vissza Lengyelországnak. Most érthető módon Kijevben ezt nem túl nagy rokonszenvvel nézik ezeket az elképzeléseket. Van egy olyan olvasata is az egész ukrán konfliktusnak, ami relatíve ritkán jelenik meg. Oroszország népessége fogy, méghozzá rettentően fogy, ez nem is feltűn az első időszakban. Ugye nagyjából 148,5 millió fővel lettek függetlenek, most vannak olyan 144 millióan, ez nem tűnik soknak, csak ebben, ami nincs meg, hogy több mint 10 millió orosz vándorolt vissza a Szovjetunió szétesését követően, például a Kazasztánból, ahol függetlenné válása pillanatában több volt az orosz lakos, mint a kazak, viszont hátrányos megkülönböztetés éri őket, és a baltiaktól is volt visszavándorlás, Belorussziából is. Ezt összeadva már majdnem 15 millió fős a fogyás 25 év alatt, és azért ez viszont egy rendkívül látványos fogyás. Ugye itt vannak ugye a nagyjából adatok, hogy hogyan zajlik az orosz népesség alakulása, viszont az előjelzések alapján az orosz népesség ugye 2050-re már 120 millió főt épp hogy el fogja érni. Azért, mert a visszavándorlás eltűnt. Tehát ami most zajlik, Oroszország éppen orosz lakosokat gründol magának. Részben a Krím visszacsatolásával, ami nagyjából szín orosz, részben pedig azzal, hogy orosz rakta területeken zajlik a konfliktus, ahonnan 1 millió ember már áttelepült Oroszországba, és ők biztos, hogy nem fognak visszatérni a porrá rombolt polgárháború által sújtott térségre. Tehát Oroszország embereket is, lakosságot kerít magának. Tudnik, ezzel van egy párhuzamos folyamat, ami pont fordított, a muszlim lakosság aránya megnő. 2050-re az orosz sorkötelezettek 40 más források szerint 50%-a már muszlim vallású lehet. Ha maradnak a jelenlegi tendenciák, ugye az ömmel a kaukázus térségről beszélünk. Ukrajna népességénél nincs visszavándorlás, Ukrajna népessége nettó 8 millió főt fogyott. 52 millióról 43,5 millióan vannak most. A leggyorsabban fogyó ország Ukrajna a világon, Magyarország a negyedik egyébként, tehát végre valamiben ott vagyunk a legjobbak között. Tehát adva van egy gyenge Ukrajna, meg egy erős Oroszország, kódolva van a konfliktus, annál is inkább, mert földrajzilag Ukrajna védhetetlen, nyitottak a határai. Egy jó határ van a Donyec. Merő véletlenségből nagyjából ez az orosz meg az ukrán lakosság közötti választóvonal is. Történelmi választom, a gazdaság is. Ukrajna gazdasága kettős központ, a régi Lengyelországhoz tartozó területek nyugati szabvány szerint zömmel az európai piacra termelnek. A keleti területek, különösen a Donyec-medence, ugye ez a Szovjetunió pörő központja volt, meg be vannak csatornázva Moszkva irányába. És ugye itt gazdaságilag pont fordított a fejlődés, mint mondjuk Magyarországon, minden ország a perifériától a centruma felé fejlődik. Tehát Magyarországnak a leggazdagabb része ugye Sopron térsége Győr, mert a mi centrumunk Ausztria, meg most Németország. Ukrajna centruma Moszkva volt mindig is. Sokkal gazdagabbak a keleti területek. Tehát ez egy gazdag-szegény ellentét is, ha úgy nézzük. És ugye Ukrajna elherdált lehetőségekről szól. Ugye Ukrajna nemzeti összterméke meghaladta Lengyelországét több mint másfélszeresen.
Az elmúlt 25 évben Lengyelország nemzeti össztermékét több mint a duplájára nőtt az ukránhoz képest. Ugyanonnan indultak. Sőt, Lengyelország rosszabb helyzetből mozdult, és az egyfőre bontva is látszik Oroszországhoz képest is. Hogy miért alakulhatott ez így, borzasztó egyszerű, a világ legkorruptabb országáról beszélünk. Nincs az a pénz, amit ne tudnának ellopni, kedvencem a Csernobili atomerőmű, háromszor adott rá pénzt az Európai Unió, hogy építsék meg a szarkofág helyett az új szarkofágot, mert hamar munka ritkán jobb bomlik, málik szét az egész. Most ott tartanak, hogy egy német cég végzi, mindent az EU fizet, egy petákot nem adnak az ukránoknak, mert eddig már 10 milliárd eurót loptak el, amit a karbantartásra átutaltak nekik. Tehát ugye, és ez csak egy adat a sok közül, minden az oligarcháké. Tehát ami érték Ukrajnában, az az oligarcháki, ugye a világ egyik legszegényebb országáról beszélünk, bocsánat, európai viszonylatban nagyon szegény országról, 6000 dollár az egyfőre eső nemzeti össztermék, még Magyarországon is 24000. Albánia van talán lejjebb, de az, ők lehet, hogy már nem így a polgárháború miatt. Ugye a nyelvi megosztásról, megoszlásról beszéltem, van egy orosz ajkú Ukrajna, amely zömmel oroszul beszél, meg van egy másik fél, ami meg elsősorban ukránul, meg ruszinul. Kisebb részben magyarul és lengyelül is természetesen. Ez még durvábban jelenik meg, mert ugye a nagyvárosi lakosság az, aki oroszul beszél, és ugye nagyon szépen látszik, hogy a Krím viszont kifejezetten színorosz. Ez a politikában is nagyon szépen leképződik. Az ország minden választásán kétfelé szavazott. Ugye a 2010-es elnök választáson ugye Timosenkóra szavazott az a rész, amelyik nem orosz nyelvű, az orosz lakosság meg egyértelműen Janukovicsot támogatta. Miért fontos magyar szempontból Ukrajnát? Ugye a határon túli kisebbségünk mellett, ami azért az egyik legkisebb, ugye a Kárpát-medencei magyarságon belül, elsősorban az energiatranszfer miatt. Ugye az Oroszországi Föderáció Európa legnagyobb földgázszállítója, ugye két útvonalon közel 180 milliárd köbkilométer földgáz érkezik, és sokkal megbízhatóbb szállító alapesetben Oroszország, mint mondjuk a közel- és közép-keleti országok. Ugye Németországnak, Törökországnak, Olaszországnak, Lengyelországnak, még az Egyesült Királyságnak is nagy szállító a Gazprom. Magyarországon is beszélve, ahol egyes években majdnem 85%-ban orosz gázt használtunk. Félreértés ne essék, az is orosz gáz, ami Ukrajnából jön, bocsánat, Ausztriából, mert a Baumgartani tározóba Németország felől érkezik az orosz gáz, és némileg drágában kapjuk vissza, tehát az sem alternatíva az orosz földgázról történő leválásra. És hasonló igaz a kőolajkereskedelemre is. Európának az Oroszországi Föderáció ugye 13-ban nagyjából 300 millió tonna kőolajat exportált, a világ összes többi része 250-et. Tehát egyértelmű a függés, ugye ezt nagyon komoly vezetékhálózat elégíti ki, és ennek a vezetékhálózatnak az egyik kritikus eleme Ukrajna, mert az ukránok nem szívbajosak, a saját fogyasztást általában késve vagy sehogy nem fizetik, és ahogy az egyik ismerősen mondta, a betáplált földgáz meg kőolaj 10%-a a szállítási veszteség, magyarán azt meg ellopják. És ugye ebben a harcban, amit Európa, az Egyesült Államok meg Oroszország vív Ukrajna kegyéért, régóta fegyver a földgáz. Ugye maga a Gazprom egy állami cég, a vezetőségben ott ül egyebek mellett Putyin is, meg Medvegyev is, Alexander Miller, a Gazprom vezérigazgatója, azon 10 ember egyike, aki bármikor bemehet Putyinhoz, ha valami fontos dolgot meg akar vele beszélni, és ezek a csapok bármikor elzárulhatnak. És meglepő módon általában az oroszok meg az ukránok akkor szoktak összeveszni a földgáz árán, amikor Európában éppen hideg van. Ugye emlékezzünk ugye a 2009-es válságra, amikor ugye Magyarországon a nagyüzemeket is le kellett kapcsolni a földgázrendszerről. Moszkva visszaél ezzel az erőfölényével, de lássunk tisztán, soha nem volt még példa a történetben arra, hogy valamely állam erőfölényt élvezett volna a többiekkel szemben, és ezt ne használta volna ki. Tehát ugye az amerikaiakkal szemben is ez a kritika, a leghevesebben azok a franciák kritizálják őket, akik mondjuk Napóleon idejében minden diplomatikusan tárgyalásos úton rendeztek mindent, és egyébként ők se gyarmatosítottak át el. És ugye így érkezünk el a következő geopolitikai kérdéshez, a Krímhez. Ugye Oroszország számára a Krím az az Európa felé nyitott egyik kapu, ugye
több száz évig háborúzik érte a krími tatárokkal, aztán a krími tatárok ugye mögött álló oszmán-török birodalommal, amíg ugye sikerül megszerezni, ugye két ember nyitja meg a melegtengeri kiáratokat Oroszországnak, ugye Nagy Péter nyitja meg a Skandinávia felé velő utat, ugye a Balti tengeren keresztül, ő még lepattan a török birodalomról, ugye majd száz évvel később ez Holstein-Grotop-Sophinak, közismertebb nevén Nagy Katalinnak sikerült, és ezzel ugye rögtön meg is alapítják Szevasztopolt, ami a világ egyik legjobb természetes kikötője. Itt látható az a két irány, ami meghatároz orosz melegtengeri kijárat szerzésben, ugye az északi. Ez kevésbé nyerő. Ugye jól szervezett, erős skandináv államokat kell legyűrni, plusz a poroszokat, plusz az osztrákokat, és ott vannak útban a britek meg a franciák is. Sokkal kecsegtetőbb a déli kijárat. Ugye itt csak a Európa beteg emberét, a török birodalmat kellene legyőzni. Na de hát ugye Lord Palmerstont idézve, aki a 19. század első felének valószínűleg legjobb brit miniszterelnöke volt, ő mondotta azt, hogy Oroszország egy olyan óriás, ami két szűk orlukán a Balti és a Fekete tengeren keresztül próbál levegőhöz jutni. Az Isten irgalmazzon Európának, ha ez sikerülni fog neki. Tehát Európa nem igazán akarta, hogy Oroszország levegőhöz jusson. Ugye a legközelebb ehhez ugye a krími háború idején állt 1853-ban, ekkor azonban ugye olyasmi történt, amire hát korábban pár száz évig nem volt példa, a britek meg a franciák szövetséget kötöttek. Hát ugye a száz éves háború óta 1334-ben kezdődik, hát azóta nem volt erre példa, hogy ők huzamosabb ideig egymás oldalán és ne egymás ellen háborúznak, akkora volt a fenyegetés. És itt születik meg egyébként a hősváros etosza, mert ami nekünk Nándorfehérvár meg Eger, az az oroszoknak egybe Szevasztopol. 11 hónapig tartják többszörös túlerő ellen, a második világháborúban is ugyancsak, és egyben fenyegetés is a Krím, mert ugye az utolsó fehér tábornok, Wrangler báró a krími bázisáról még másfél évig tudja folytatni a harcot a többiekhez képest. Egy jól védhető földrajzi egység. Ugye, és itt érkezünk el egy másik fordulóponthoz. 1954-ben az egy éve hatalomban lévő ugye első titkár, Nikita Szergejevics Hruscsov, aki ukrán első titkárból lett ugye a Szovjetunió kommunista pártjának első titkára, oda ajándékozza a Krímet Ukrajnának. Soha előtte nem volt ukrán. Közük nem volt hozzá az ukránoknak. Ugye nem volt jelentősége, mert senki nem gondolta volna, hogy Ukrajna valaha is független állam lesz. Nem mellesleg pedig, ugye ezzel honorálták azt, hogy 1654-ben, 300 évvel korábban kvázi Ukrajna önként csatlakozott az orosz birodalomhoz. Miért fontos a Krím? Híd, hídfő. Egyrészt, ha a földközi tengert mondjuk a két irányba ketté osztjuk, tehát ugye meghúzzuk a, mondjuk úgy a súlypontját, meghatározzuk, az egy icipicit Szevasztopoltól délre esik. Tehát aki uralja a Krímet, az uralja az egész föld, Fekete-tenger, bocsánat. Nem mellesleg innen vezet az út a tengerszorosokon keresztül Európába, innen már egész közel van Szíria, Irak, a közel és a Közép-Kelet. Tehát stratégiai fontossága a Krímnek óriási. Szevasztopol a világ egyik legjobb természetes kikötője, semmit nem kellett rajta változtatni, természet Isten anyánk a jégkorszak idején így alkotta meg. Tehát ezeket a kiváló öblöket a gleccserek vésték ide. Az oroszok persze alakítottak rajta, 1783 óta mondjuk úgy folyamatosan frissítik, fejlesztik a bázist. Egyszer kiszámolták, körülbelül 10 millió tonna anyagot kellett volna elvinni a hajókkal mindennel együtt, és az orosz ellenőrzésű tengerparton, ugye a Fekete-tengernek az a Jalta-Szocsi térsége, ott rengeteg hegy van mögötte, nem lehetne építeni azt a logisztikai útvonalat, hogy el lehessen látni. Inkább horror összegeké bérelték Ukrajnától a bázist. Ilyen tenger alatt járó színeket váltak be a sziklába az oroszok, és nem mellesleg így néz ki a másik oldala. Tehát ugye csak légideszant művelettel lehet támadni a tenger felől. Közösen használták az ukrán flottával, ugye ukrán hajók is mozogtak, meg oroszok is. Mint látható, utóbbiak egy kicsit nagyobbak voltak, és kicsit többen. És ugye, amikor Janukovics bukott, szinte abban a pillanatban megindul a Krím megszállása. Jellemző az ukrán hadsereg helyzetére, hogy ugye a Berbeki bázis ott van rögtön Szevasztopol mellett,
45 MiG-29-es vadászrepülőgép volt a Belbeki bázison, ebből 4-et tudtak átreptetni ukrán területre, a maradék 41 repülésképtelen állapotban volt. Ez volt az egyik legelitebb ezrede az ukrán légierőnek. Ukrajna ugyanúgy 1 milliárdot költött 2012-ben védelmi kiadásokra, mint Magyarország. Ugye mi ebből nagyon nehezen tudtuk fenntartani a 25 ezer fős hadseregünket, most el lehet képzelni, hogy Ukrajna a saját 130 ezer emberére mire ment ez az 1 milliárd dollárral. Ugye a flottát szinte ellenállás nélkül szerzik meg az oroszok, és igaz az az egész Krímre, fogták ilyen hajóroncsokkal, régi hajókkal lezárták azokat a kisebb öblöket, az ukrán hajók álltak, és megvárták, hogy megadják magukat. Hasonló volt a helyzet a bázisoknál, és ugye megjelennek a kis zöld emberkék, villámgyorsan körbeveszik a bázisokat. Ugye itt egy népfelkelő menetoszlopot látunk egyébként, mert ugye hivatalosan Oroszország természetesen nem vett részt a konfliktusban, csak gyakorlatilag a nemzeti azonosítók meg a rangjelzések nélkül azért egy az egybe orosz katonai egyenruhát meg orosz katonai felszerelést látunk. Más nem mondjak, a Gaz-Tigr típusú terepjárókat csak az orosz hadsereg használta akkoriban. Ekkor sikerül megmarketingelni és néhány országnak eladni ezt követően. Ugye körbeveszik az ukrán laktanyákat, elzárják a vizet, nem megy be élelmiszer, és felajánlják az ottani katonáknak, hogy aki átáll, átvesszük, ez kb. 10-szeres fizetésemelést jelentett. Mert kb. Ez volt a különbség az ukrán tiszti zsold, meg az orosz tiszti zsold között. Más nem mondjak, a frissen kinevezett ukrán flotta parancsnok megérkezett a Krímbe, és 2 óra múlva átállt az oroszokhoz. Tehát, hogy ez milyen szívó, egyébként orosz származású volt, milyen szívó hatást gyakorolt. Ezt követően nem volt komolyabb feladat, le kellett mondjuk demokratikusan folytatni egy népszavazást. Ez meg is történt, abszolút demokratikusan. Oroszország leszavaztatta leheletnyi katonai jelenlét mellett, ezt az urat be se engedték szavazni, mert gyanús volt, hogy nem Oroszország mellett fog szavazni. Ugye abszolút be se engedték a nemzetközi megfigyelőket sem, tehát ugye ők sem mehettek be a Krímbe, és ki is hozták a 97%-ot, ami csak Észak-Koreában nem abszolút jó eredmény. A világ összes többi ország olyan nincs, hogy a lakosság 97%-ban bármivel egyetértsen, tehát már maga az eredmény is némi mosolyt keltett, ezután az orosz duma demokratikusan egy-egy tartózkodás mellett 99%-ban megszavazta, és ugye formálisan aláírták. És akkor mindenki megnyugodott egy kicsit, hogy itt a vége. Oroszország beéri ezzel, majd elengedik az ukrán államadóságot, az ukránok lemondanak a Krímről, de sajnos nem volt ennyire egyszerű a helyzet. Tudnélik, egyrészt mindenki megijedt, hogy mi várható a továbbiakban, hát ugye nyilván Alaszka nem volt reális veszély, de a baltiak, vagy akár a lengyelek nem ok nélkül aggódtak. Sőt, ugye a Belorussziánál is egy kicsit Lukasenka nyilatkozatait, ha figyelte az ember, még ő is elkezdett aggódni. Mert ugye a modern diplomáciában ez egy annyira nem bevett eljárás, hogy csak úgy megszállok egy országot. Ráadásul úgy, hogy ennek az országnak elég erős hadserege is volt. Ugye az ukrán haderő 130 ezer fővel rendelkezett, olyan nehéz technikákkal, amivel Magyarország nem, ugye ez a Donbass zászlóanynak az egységei, például sokkal korszerűbb önjáró lövegekkel, T-64-es harckocsikkal, abból olyan 2000-rel, ugye felvetődött, hogy szállítunk, mennyi, 30 vagy 40 T-72-est minek? Nekik is volt 300 raktáron. A T-64-esnek nála, az Ukrajnában van a gyártósora. Tehát azért ezt használják, mert ez ők maguk állítják el az alkatrészsült, mint látható, alaposan korszerűsítették is. Sőt, olyan rakéta sorozatvetőik vannak, amiről a Magyar Honvédség csak álmodik. Ugye megindul egy zázadás, ugye nem csak a Krímben, hanem Donyasz-Luhansz térségében is, amit az ukrán hadsereg kapásból tudnak kezelni. De nem mer. Mert ugye ezen lázadók mögött azért nem ok nélkül lehetett sejteni Oroszország anyácskának az óvó kezeit. Ugye az orosz haderő éppen egy reform kellős közepén tart 2013-ban. Ugye a védelmi költségvetés ugye a 2000-es mélypontban alig 30 milliárd dollár volt, 2013-ra meghaladta a 100 milliárdot. Ugye ez a nem hivatalos, mert az oroszok mindig jóval kevesebbet adnak meg, mint amennyi a becsült. És ezzel egyébként Oroszország ugye messze leelőzte az európai országokat. Ugye Kínát ugyan nem tudja utolérni, de kényelmes harmadik helyre felkapaszkodott. Most egyébként ezt már Szaúd-Arábia tölti be, mert ugye a kőolajár bedőlése az oroszokat jobban megviseli.
És így, itt érkezünk el ahhoz, hogy Moszkvának miért van szabad keze. Miért tudja kényekedve kerinc kezelni a krími helyzetet, meg Ukrajnát, mert atomhatalommal nem packázunk. Tehát ugye Moszkvának van egy olyan globális erőkivetítési képessége, itt a képen ugye egy Topol M rakéta látható, igazi orosz konstrukció, 800 lóerős harckocsi dízelmotor hajtja, és Szibériában magának csinálja az utat a tajgán. És 12.500 kilométerre el tud lőni egy 1 megatonnás atomtöltetet. Tehát atomhatalommal azért nem packázunk, mert képes elviselhetetlen csapást mérni. És az amerikaiak ugyan szeretik frosztvizni az oroszokat, de soha nem mennek el a falig az oroszok sem. Tehát egy fél NATO katona halálát nem éri meg Ukrajna szabadsága európai nézőpontból. Nagyon kegyetlen hangzik, de ez az igazság. És ugye az orosz haderő ráadásul szemben az ukránnal 800 ezer fős. Rengeteg új és korszerű fegyverrendszert fejleszt, ugye a Suhoi T-50-es Pakfa vadászgép például, vagy ugye a T-14 armata harckocsi, amit nem véletlen ugye a tavalyi győzelem napi szemlén mutattak be először, mert Moszkva mondjuk úgy izmozik. A krími háborúnak, meg ugye az egész ukrán konfliktusnak van egy szájkarate vonulata is. Az oroszok meg a NATO igyekszik nagyobbat mondani a másiknál, de kínosan ügyel arra, hogy tényleges konfrontáció ne legyen a dologból, mert abból mind a két fél csak vesztesen kerülhet ki. És ugye ezen ambíciók részeként az orosz haditengerészet, ami például 99-ben egy hajót sem küldött távoli területekre, mert nem volt üzemanyagra pénz egy olajtermelő országban, az orosz hajók immáron mondjuk nem annyira szívesen látott, de állandó vendégei még az amerikai kikötőknek is, ugye ez a kép például Pearl Harborban készült egy Udahoy osztályú rakétás romboló érkezéséről. Ugye nem ez az egyetlen ilyen alvó konfliktus a térségben, ugye említettem a Transznisztria köztársaságot, ugye Abháziát, Osszétiát, Hegyi Karabahot, tehát a posztszovjet térség tele van ilyen konfliktusokkal. És itt érkezett el a következő lépés, tudnék, az oroszok nem álltak meg, elkezdték az egész ukrán államot destabilizálni. Ugye tömegtüntetésekre került sor Odesszában, csak ott az ukránok kicsit többen voltak, és rágyújtották az orosz barát tüntetőkre a szakszervezeti székházat, 80 halottja volt az incidensnek. Erre rögtön ugye még jobban felélénkültek a szeparatista törekvések keleten. Megindul egy intenzív médiaháború, amiben igyekeztek lejáratni egymás vezetését. Itt ugye Arszenyi Jaszenyuk, akkori ukrán miniszterelnök látható, hogy a gázhercegnő Júlia Timosenko, vagy ugye Petro Poroshenko, ugye a megválasztott ukrán elnök, de hát ugye a másik oldalt sem kell félteni, ugye Putyint általában Hitlerrel szokták összehasonlítani. Ugye Poroshenko megválasztás és jól jelezte, hogy Ukrajna nem egységes, megint kétfelé szavazott az ország. Ugye a nem orosz barát rész őt választotta meg, a másik fele meg egyértelműen nem. Úgyhogy nem is volt másik jelölt effektíve, akire érdemes lett volna szavazni. És hát ugye a feladat borzasztó nehéz volt, mert hát a haverok is, mondjuk a politikai szövetségesek is elég érdekesek, ugye például az idősebbi Klitschko, akinek a pártja az udar, ütés, és körülbelül a program is az, aki nincs velünk, leverjük. Na most azért ilyen messze szántó politikai stratégiával azért nehéz hosszú távon stabilizálni egy országot. Ugye a tavalyi választáson győztes három párt egy dologban ért egyet, hogy nem hajlandó együttműködni a másik kettővel. Így ugye mindegyik pártcsoport mögött más oligarchák állnak, és itt a piac újraosztásáról és egyéb problémákról van szó, és nem is beszélve, hogy Darth Vader is indult a választáson, és majdnem bekerült a parlamentbe, ami mutatja az ukrán lakosságnak a politika elittel szembeni leheletnyi kritikai hangulatát. Ugye, Moszkva egyfajta szalámizásba kezdett. Nyílt szeparatizmus, Moszkva barát tüntetések, megjelennek megint a kicsi zöld emberkék, ugye ez a kucsmás csávó, ez a Spetsnaz egyik dandártábornok, aki épp fizetés nélküli szabadságon puszta nemzeti lelkesedésből adja a támogatást a szeparatistáknak. Ugye megindul az önkormányzati épületek elfoglalása, körbebarikádolása, mind Donyeszben, mind Luhanszban. És tulajdonképpen ekkor kezdenek többen arra emlékezni a NATO-ba, hogy gyerekek, ez a Gerasimov, aki ugye éppen az orosz vezérkari főnök, ez írt valamit egy doktrináról. És tulajdonképpen kiderült, ugye éppen ugye a
amerikai vezérkari főnök kollégájával találkozott Gerasimov, hogy persze, ezt már megírta 2 éve, hogy hogyan véd ki Oroszország egy ilyen támadást, ami tulajdonképpen hibrid háború. A hibrid háborúnak az a szépsége, hogy a katonailag erősebb fél folytat aszimmetrikus háborút. Moszkva a komplett forgatókönyvet lejátszotta Ukrajnában. Kilóra megvette a szervezetbűnözői csoportokat, az oligarchák egy részét, szétverte a politikai rendszert, nemzetközi lejárató kampányt indított a nemzetközi médiában, politikai szövetségeseket gründolt, felszabadító hadseregeket kreált, ugye, például ugye a Donetszki köztársaságot és a fegyveres erőit, legalizálta ezt az egészet senki által el nem ismert választásokkal, tehát amit a Gerasimov doktrína megfogalmazott, azt a forgatókönyvet a Krímben teljesen lejátszák az oroszok, és körülbelül a 2/3-ánál tartanak, ugye Donetsz-Luhansk térségében, nem is akarnak tovább menni, mert amíg Ukrajna nem ura a saját területeinek, addig úgyse veszi fel semmilyen nemzetközi szervezet. Senki nem hajlandó problémákat felvenni. Tehát Ukrajnát gyakorlatilag ezzel rövid bilincsre tudják fogni az oroszok. Moszkvának nem érdeke a válság kezelése. Ugye ehhez jön ugye a katonai erő agresszív felvonultatása. Még a Krím megszállását megelőzően megindul az orosz erők átcsoportosítása. Hirtelen 3 hadsereg jelenik meg az ukrán határokon. Ugye elképesztő csapatmozgások figyelhetők meg. Több mint 100 000 ember dobnak át az oroszok a térségbe. Ezek elvileg nem avatkoznak be, csak éppen ott hajtanak végre éles lőgyakorlatokat Ukrajna környékén. Ugye ezt egészíti ki az, hogy a NATO-val is elkezdenek izmozni. Rendszeresen megsértik az orosz gépek a légtereket, ugye különösen az Egyesült Királyságot, Izlandot meg Norvégiát szeretik tesztelni. Senki nem gondolta, hogy ezért le kéne lőni az orosz gépeket, mint ugye egy 10 másodperces vagy annyi se hatásértési a törökök, vagy egyáltalán ha berepült. És ugye erre persze a NATO is elkezd hadgyakorlatokat végrehajtani, de ez a szájkarata része, senki nem akar fegyveres konfliktust. De ez ugye arra jó, hogy növeli a feszültség szintet a két ország között. Ugye zajlik egy szárazföldi háború, aminek a hivatalos ukrán megfogalmazása ugye terrorizmus ellenes hadjárat, vagy művelet inkább. Ugye nagyon jól haladnak Poroshenko megválasztása után, jelentős területekről visszaszorítják még 2014 nyarán az ukránok a szeparatista vagy szakadár erőket. Ugye közben van egy aprócska incidens, július 17-én valakik lelövik a maláj utas szállítógépet, nem nyilatkoznék, hogy kik. Mert óriási vita irodalma van. Maradjunk annyiban, hogy se Moszkvának, se Kijevnek nem érdekel. Valószínűleg valamelyik szakadár parancsnok öntevékenyen hajtotta végre a történetet. A média kezelését viszont elrontják. Mind az oroszok, mind a szakadárok. Ugye 3 napig, bocsánat a kifejezésre, rothasztják a maradványokat a 40 fokos kánikulában. Kirabolják az áldozatokat. Lelopják a bankkártyákról a pénzt. Ugye a fekete dobozt rögtön elviszik Moszkvába, ott eltölt 2 napot. Na most ez alatt az oroszok azt rárakják, hogy egy birodalmi csillagromboló lőtt el, vagy Luke Skywalker vágta le Jedi karddal a géporrát. Az azóta végrehajtott holland vizsgálat meg bebizonyította, hogy egy bukrakétának a repeszeit sikerült beazonosítani, a pilótafülke környékét találta a rakétát. Mert ugye az oroszok azt is mondták, hogy egy ukrán gép lőtte légiharcrakétával direkt. Nyilván Ukrajna csak veszítetett volna ezen. Ugye megindul a művelet, és icipici területre összenyomják a szeparatistákat. Moszkva ezt viszont nem hagyhatja, hogy a 14. augusztus közepén először csak átlő az orosz tüzérség a határon, majd át is mennek az orosz erők. Ugye szeptember elején Minszk egyet aláírják, Moszkvát ez nem akadályozza meg abban, hogy kiegyenesítse az arcvonalat. Tessék nézni, ez már tűzszünetben történik. Sőt, októberben, novemberben, decemberben végig orosz támadás van. Ugye 15 januárjában Debalceve vagy Debalcevo ukránul vagy oroszul körül alakulnak ki heves harcok. Ez 2 hónapig tart. Közben aláírják egyébként Minsk 2-t, de senkit nem izgat. Ugye ebből a katlamból kiengedik az ukránokat, ha ott hagyják a nehéz fegyverzetet. Az ukránok ott hagyják a nehéz fegyverzetet, elindulnak teherautóval, mégis szétlövik a menetoszlopot, ugye több kárpátalja magyar itt hal meg. Ezzel aztán el is vetik a jó viszony további magvait a felek között, és gyakorlatilag március, április, május heves harcok végig,
ugye gerilla háború, illetve azt mondanám, ilyen anómiás konfliktus ágati rendszer. Hol itt harcolnak a fronton, hol ott harcolnak? Ahol béke van, ott sem tanácsos sétál, mert mesterlövészek azok folyamatosan munkában vannak mind a két oldalon. Június, augusztus, szeptember. Kitört a béke. Ja, Minsk-2-ben új életet lehelnek, ez a hivatalos indok. Valójában azonban ugye az orosz medve kirándul Szíriába is. Ugye ezt a konfliktust egy pillanatra lelegeljük, és minden erőnket Szíriára fordítjuk. Ugye Szíriába kell a pozitív marketing, mi vagyunk a jó fiúk, az iszlám állam ellen harcolunk, azóta kiderült, hogy legkevésbé az iszlám államot bombázzák az oroszok, de ez egy másik történet. Októberben kezd eszkalálódni a történet megint. Ugye nem jött be az, hogy Szíria kapcsán majd a nyugat enyhíti az Ukrajna miatt kiszabott embargót. Ja, december, január vége, és ez a három nappal ezelőtti helyzet, továbbra is zajlik a küzdelem. Nem is hallunk róla. Tehát mindenki úgy hiszi, hogy mindkettő béke van, kész vége a konfliktusnak, nem igaz. Napi szinten tucatjával hallnak meg a felek mind a két oldalon ebben a háborúban. Ugye a döbbenetes képek vannak porigromból, településekről, ugye a harcokról, az infrastruktúra megsemmisüléséről, és ugye az orosz beavatkozás is, ugye a katonákkal nem lehet bírni. Az egyik orosz kiskatona a Facebookjára, azóta tilos, kirakta a műveleti térképet, a mi ütegünk, a szomszédüteg, épp Ukrajnát lőjük, aztán másnap kicsit lesminkelve látszik, hogy kicsit megbeszélték vele a dolgot, mondta, hogy feltörték a honlapját, nem ő volt. Ugye ez mondjuk nem jelent semmit, mert eddig is tudták, hogy az oroszok, ugye a műholdak korában nehéz eldugni bármit is. Ugye pontosan be lehet azonosítani az határ orosz oldalán az önjáró tüzérségi eszközöket, meg azt is, hogy hova lőttek. Ugye a rakétasorozatvetők esetében még egyszerűbb a helyzet, ugye a csóva árulkodik, amikor elindítják a rakétát, ugye 5 méteres lángnyel felpörzsöl mindent. Na most, ha itt a csóva, akkor azok a rakéták erre kell, hogy menjenek. És ugye itt is megvannak szépen a becsapódások. Moszkva azt mondja, az amerikaiak meghekkelték, hamisítvány az egész, és ezzel is van intézve a dolog. Putyin folyamatosan cáfolja, ugye Minskben is ő csak közvetít. Tehát ugye a Donyecki köztársasággal kell tárgyalni, hiszen Oroszország nem érintett a konfliktusban, ezt kikéri magának. Ugye ez megint a hibrid háború része. Oroszország úgy van benne, hogy nincs benne. Akkor miért nem adják fel az ukránok? Miért nem kötnek békét? Ugye a két nép kapcsolata nagyon sok mindennel terhelt, a legkegyetlenebb emlék a holodomor. Ugye a 20-as évek végén, 30-as évek elején 10 millió ukrán halt éhen. Ez egy tudatos népirtás volt a Szovjetunió által, ugye a kulákságot igyekeztek így megszüntetni, és mindeközben, miközben, bocsánat a kifejezésre, halottakat tették Ukrajnában, a Szovjetunió gabonát exportált szerszámgépekért nyugatra. Ezt az ukránok azért nem felejtik el. A mai napig minden ukrán család pontosan tudja, hogy kik haltak meg ebben a korszakban, és ehhez jön még ugye a szovjet időszak legendásan toleráns kisebbségi politikájának emléke is. Ugye az oroszok minden olyan lépést, amiben Ukrajna el akar egy kicsit szakadni a régi Szovjetuniótól meg Oroszországtól, vegytiszta nácizmusnak állítanak be a másik oldalon. Tulajdonképpen Ukrajna itt tart most, ugye kelet és nyugat között félúton, egyébként a szakadékban, nem a szélén. Ugye a gazdaság addig is olyan ponton volt, a polgárháborúnak köszönhetően a békafenekét is távcsővel szemléli az orosz gazdaság. Ugye Putyint lehet szeretni, lehet nem szeretni, orosz érdekeket képvisel. Az amerikaiaknak ez nem tetszik. Mondjuk Iraknak sem feltétlenül tetszett, vagy Afganisztánnak, amikor az amerikaiak amerikai érdekeket képviseltek. Arról nem is beszél, hogy milyen jó sikerült ugye rendezniük a Közel-Keletet. A nagyhatalmak ilyenek. A saját fejük után mennek. Ugyanakkor Oroszországot nem katonailag fenyíti a világ. Ugye Oroszország gazdasága borzasztó gyenge lábakon áll. Egy erős lába volt az energetikai szektor, de azt ki lehet rúgni alóla. A másik dolog, amit az oroszok el tudnak adni a külföldi piacokon, az a fegyver, de itt Kína nagyon erős konkurensük, ugye a tőlük lopott technikát sokkal olcsóbban adja el. Ugye az orosz medve gazdasági szempontból messze nem olyan fenyegető. Sokan hibáztatták a nyugatot a szankciók miatt, nem látszottak igazán hatásosnak. A szankció viszont hosszú távon gyilkol. Tehát az első időszakban az oroszok
jelezték, hogy semmi problémánk nincs, ugye méhek fullánk nélkül. Sőt, ugye voltak olyan országok, ugye például kifejezetten Németország, aminek a legjobbak a gazdasági kapcsolatai Moszkvával, amik mindig is a szankció ellen voltak, hasonló helyzet Magyarországgal is. Nagyon komoly gazdasági érdekeltségeink fűznek minket az oroszokhoz. Tehát Magyarországnak, különösen a magyar élelmiszer és gyógyszeriparnak sem tettek jót a szankciót, Németországnak még kevésbé. Az orosz piac Európai Unió vonatkozásában éves szinten nagyjából 350 milliárd eurót jelent. Eszeveszett összeg, többszörös a magyar, majdnem duplája a magyar nemzeti összterméknek. A franciák például buktak két Mistral osztályú hajót, teljesen befejezve mostán Egyiptomnak adják el őket. A két pikantériá, hogy ez a DCN gyárban a Szevasztopol névre keresztelt hajó, amit aztán végül mégsem tudtak leszállítani az oroszoknak. Viszont hosszú távon ugye az olajárral sikerül bedönteni az orosz gazdaságot, legalábbis nagyon keményen meggyengíteni. Ugye összeomlott a rubel árfolyam már 14 végére. Ugye kirabolják az üzleteket, mert tessék nézni, egy olyan 31 néhány rubelt adtak egy dollárért, és gyakorlatilag ez sikerült 70-re feltolni a nyugatnak. Az orosz gazdasági teljesítmény elkezd csökkenni. Az USA például elkezdett földgázt exportálni Európába. Bukik rajta, de az oroszok szívják meg. Tehát ebből a szempontból ez a fontos. Ugye a kőolajár most már ott tart, hogy 29 dollár egy hordó. Az oroszoknál az önköltség a szibériai kitermelésnél 70 dollár. Minden hordón, amit eladnak, buknak. És megint ugye ki sikerül stabilizálni az eurót, de 15 végére, 16 elejére megint 71 néhány rubelt kell adni egy dollár, és ez a hivatalos, a fekete piacon már 100 rubelt kell adni egy dollár. Menekítik ki az orosz új gazdagok a pénzüket. 500 milliárd dollárt vittek ki a krími konfliktus kezdete óta az új gazdagok. Ez hosszú távon lehet előny is, mert Putyin megszabadult az oligarcháktól, rövid távon viszont gazdaságilag ez rendkívül hátrányos. Megeszi az orosz jegybanki tartalékokat. Hozzá kellett nyúlni a haderőreformhoz. Tehát gazdaságilag a nyugat megbüntette Oroszországot. Nem jó az alacsony olajár. Hozzá kell tenni, nem csak az oroszoknak ártott, tehát ugye Putyinnak az erejét is elvette, az amerikaiaknak, meg az arab országoknak is. Még lejjebb fog menni az olajár, ugye törölték az Irán elleni embargókat, még alacsonyabb lesz az olajár, még jobban büntetni fogja ez Oroszországot. Vékony égen táncol az orosz gazdaság. Nem véletlen, hogy Oroszország a szíriai beavatkozása egy picit igyekezett a róla kialakított képet feljavítani. Ettől függetlenül az orosz külpolitika nem igazán sikeres. Még a közeli szövetségesnek tartott Kína sem örült a Krím elszakításának. Senki nem tárgyal addig Moszkvával, amíg legalább Donyeck meg Luhansk térségében nem rak rendet. Moszkva meg nem akar. Tehát a Krím az övé, tessék leszállni a Krímről. Itt tart most Ukrajna, megakadt félúton. Mondhatni, ez egy reménytelen szerelem. Miért kell az oroszoknak katonai erőt alkalmazni? Mert gazdaságilag nem tudták volna megtartani Ukrajnát. Így azt akadályozták meg, hogy oda kerüljön a másik félhez. Ugye Európa sokkal, financiálisan sokkal jobb megoldás lenne Ukrajnának, így Európa sem mer pénzt adni, mert ha mégis az oroszokhoz kerül, akkor bukják a pénzt. Görögország után kicsit óvatosak vagyunk. Ugye megindul egy tárgyalás sorozat, ez úgynevezett normandiai négyek, ugye a normandiai partaszállásnak az évfordulóján, ugye a 70. évforduló kapcsán, ugye az ukrán meg az orosz elnök mellett a francia elnök meg a német kancellár a közvetítő. Hát itt már az is eredmény volt, hogy leültek tárgyalóasztalhoz a felek, hogy a Putyin esetében ez komoly engedmény volt, és ennek az egésznek egyébként a legnagyobb nyertese egyfelől Alekszandr Lukasenka. Leprásnak számított a nemzetközi életben. Minszkben ő tudott közvetíteni. Ugye egy olyan emberről van szó, aki a törvénytelen gyermekét neveli ki saját utódjának. Ugye az Austin Powers filmekre utal van egy kicsi énje. Tehát gyakorlatilag mindenhol ott van vele a kisfiú, akinek színarany pisztolya is van, és egyébként minden tábornoknak tisztelegni kell neki, különben azonnal kirúgják, ha nem. És ugye egyenrangú félként közvetít. Ki tudott törni a diplomáciai elszigeteltségből? Ugye tűzszünetről beszélhetünk-e? Sajnos nem.
zajlanak a harcok, elképesztő a pusztítás, ugye mind Donyeck, mind Luhanszk milliós város volt. Kettőben együtt jó, ha 200 000 ember él jelenleg. Porig rombolták ezeket a városokat. Ugye a legdurvább képek, hogy körülbelül mi van, ugye a Donyecki repülőteret a 2012-es foci EB-re újították fel. Tip-top Csillivili repülőtér volt. Ugye ez volt a ugye, irányító központja, így néz ki most. Ez a Donyecki repülőtér. A város ugyanígy néz ki. 10 000 halottja volt legalább eddig a konfliktusnak, más források szerint van az 25 000 is, de senki nem számolja. Ugye hivatalosan nem halt meg orosz katona Ukrajnában. A Katonanyák Szövetség, ami egyik betiltott fasiszta jellegű szervezetnek minősül Oroszországban, körülbelül 3 000-nél tart a számlálásban. Balesetként könyvelik el a veszteségeket, és nem csak stratégiailag fontos célpontokat érint a dolog, ez például az egyik legismertebb ortodox kolostor volt a térségben. Ebből is csak ennyi maradt, mert ugye a katona harchelyzetben beugrik a kőfal mögé. Tehát az, hogy most műemlékről van szó, nem bírja érdekelni az embert, ha az élete veszélyben van. És folyamatosan nő a halálos áldozatok száma, nem látszik ki út, nekik kellene megegyezni. Az a baj, hogy más játékot játszanak. Az egyik sakkozik, a másik bingózik. Mind a kettő mást akar, és amíg ők nem kötnek kompromisszumot, egyiknek sem érdeke, addig a kisebb felek nem igazán tudnak mit kezdeni a konfliktusban. Oroszországnak Kína felé is erőt kell mutatni. 1 350 000 000 ember, a védelmi költségvetése a duplája az orosznak, a fegyveres erői 2,5-szeresen nagyobbak. Szibéria tökörösnek tűnik Kínából nézve. Erőt kell felmutatni Kínával szemben. És hát ugye közben az ember újabb barátokat veszít, hogy az értelmezhetetlen angol szóvic, tehát ugye Türki, az pulykát is jelent, meg Törökországot is, hogy nem élődtem le a repülőgépedet, összekevertél valakivel. Ugye a repülőgép lelövéssel Törökország az egyik legfontosabb gazdasági partnerét veszített el. Oroszországnak viszont ez még jobban fáj. Ugye a halott pilóta után nem mehet tovább az atomerőműépítés, meg a csővezetéképítés. Már pedig pont Törökország volt az, ahol a gazdasági embargót egy kicsit ki lehetett kezdeni. Teszem hozzá, Oroszország, amikor Aleppo törnékén elkezdett vitézkedni, akkor Törökország Ukrajnájába nyúlt bele. Törökország Krímfélszigetébe nyúlt bele, amit saját tapasztalatból tudhatott volna, hogy érzékenyen kezelhet a másik fél. És akinek még egyébként jót tett Oroszország, az a NATO. Csomó ország rájött, hogy hüde fontos. Ugye a hidegháború után a NATO jelentősége nincs rá szükség, nem fenyegetnek minket Európában, nem fontos, de fontos. Tehát a NATO-nak úgy kellett ez az orosz agresszió, hogy nem is igaz. A baltiak, a lengyelek, a románok, a szlovákok, mindenki rátett a védelmi költségvetésre, tudok egy országot, amelyik nem. De mindenki más lereagálta azt, hogy többet kell fordítani a fegyveres erőkre. Mert ugye ebben az új világban Oroszországnak nem kell katonailag beavatkozni. A baltiak nem ok nélkül félnek. Mindenhol van elnyomott orosz kisebbség. Oroszország mindenhol találja azokat, akik meg tudnak csinálni egy következő Ukrajnát. Kérdés, akar-e? Kérdés, hogy Moszkva beleköt egy NATO tagállamba. Én csak remélni tudom, hogy nem. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet.